2018. április 8-án országgyűlési képviselői választásokat tart Magyarország. Barics Ildikó jegyzőasszony, mint ezirányú állandó szakértőnkkel beszélgetünk, hogy tulajdonképpen a lakosságra mi is vonatkozik, mi is a joga, mi is a kötelessége, és hogy történik egy ilyen választás. Köszöntöm a jegyzőasszonyt. Én is köszöntöm őket. Kezdjük ott, hogy először is ki az, aki választhat. Mi kell ahhoz, hogy valaki elmehessen választani? Hát elsősorban a nagykorú állampolgárok választhatnak, tehát akkor azok, akik a 18. életévüket betöltöttek, és nincsenek a közügyektől eltiltva, vagy pedig nincsenek gondnokság alá helyezve. Akik ennek a feltételnek megfelelnek, őróluk készül egy névjegyzék, és ezek az emberek a Nemzeti Választási Irodától értesítővel értesülnek arról, hogy nekik szavazatiuk van, és hogy hova mehetnek szavazni. Ezeket az értesítőket 2018. február 19-ig mindenkinek meg kellett kapnia. Tehát még egyszer mondom, ez Budapestről jön, és a posta viszi ki mindenkinek a bejelentett lakcímére. Azok kapják, akiknek Tiszavasváriban van állandó lakcímük, és van választójoguk. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő nem kapta meg ezt az értesítést, akkor a helyi jegyzőtől, esetünkben Tiszavasvári városi jegyzőjétől kérheti ennek az értesítésnek a kiadását. Ilyenkor az történik, hogy mi megnézzük a központi névjegyzékbe, amit mi is elektronikusan kapunk, mert ez még nincs kinyomtatva, hogy van-e az adott személynek választójoga, és benne szerepel a névjegyzékben, és hogyha igen, akkor kinyomtatjuk ugyanazt az értesítést, amit központilag meg kellett volna kapnia. Tehát amely az ő nevét, személyes adatait tartalmaz, az, hogy Tiszavasváriban melyik szavazókörbe mehet el és gyakorolhatja ezt a jogát, hogy azon a napon, tehát április 8-án, reggel 6 órától este 7 óráig lehet szavazni, és az egyéb tudnivalókat is, akik már megkapták Tiszavasváriban ezt az értesítést, akkor tudják, hogy ez egy majdnem egy kétoldalas értesítés, amiben nagyon sok tájékoztatás benne van. Tehát az is, hogyha valaki a szavazás napján nem az adott településen tartózkodik, akkor meddig adhatja be azt a kérelmét, amellyel lehet az biztosítani, hogy éppen a tartózkodási helyén, vagy hogyha nem Magyarországon fog tartózkodni, akkor külföldön szavazhasson. Hova kell ezt beadni, ezt a kérelmet? Melyik kérelmet? Hát az, hogy ha nem tartozik ott a lakhelyén, akkor szavazhasson máshol. Hozzánk, a helyi választási irodához. Minden esetben a jogszabály alapján a jegyzők vezetik a helyi választási irodát. A Tiszavasvári honlapon ezzel kapcsolatban külön tájékoztatást kell megjelenítenünk, tehát a választás 2018 fül alatt a választási információs szolgálatnak az elérhetősége is benne van. Egyébként a földszinten, ha valaki személyesen jön, akkor az anyakönyvvezetői irodában kérhet ilyen nyomtatványt, és akkor papír alapon kitölti, és azt fogjuk feldolgozni, de elektronikusan is van rá lehetőség, a választás.hu oldalra felmenve, akár ügyfélkapuval, akár online kitöltéssel is el lehet hozzánk juttatni ezeket a kérelmeket, és erre megvan a szabály, hogy ezt minden nap nekünk fel kell dolgozni, tehát a 4 óráig beérkezett kérelmeket aznap fel kell dolgozni, ami 4 óra után érkezik, vagy éjszaka, vagy hétvégén, vagy ünnepnapon, az pedig a következő munkanapon. Néhány érdekes, de mégis valósnak tűnő kérdés. Mi van akkor, ha idősebb hozzátartozón van, aki nem tud elmenni szavazni? Én szavazhatok a helyette? Hát szavazni mindenkinek személyesen lehet, tehát ezt nem lehet másra átruházni, nem lehet meghatalmazással ennek eleget tenni, mert ugye a szabad akarata, ami minden embernek megvan, azt csak saját maga gyakorolhatja, tehát szócső és más útján nem. Ezért, hogyha valakinek ilyen problémája van, hogy egészségügyi ok miatt akadályozva van abban, hogy a szavazóhelyiségbe elmenjen, akkor mozgóurna iránti kérelmet terjeszthet elő. Ennek is ugyanúgy van nyomtatványa, ezek is ugyanott azokon a felületeken vannak fent, mint amit az előbb említettem, és azt is a hozzátartozó, hogyha bejön, akkor mi tudunk nyomtatványt adni. Elviszi, kitöltik. A jogosult fogja aláírni, hogy ő kéri a mozgóurnát, tehát az, akinek tényleg az egészségi állapotából adódóan van erre szüksége, visszajuttatja, mi azt feldolgozzuk, és akkor ő a mozgóurnát igénylők névjegyzékébe fog megjelenni, és adott esetben a bizottság, a szavazatszámláló bizottság fogja tudni, hogy kihez kell kimenni.
Ezt a jogot, vagy ezt a lehetőséget még a szavazás napján is megtehetik azok, akiknek erre szükségük van. Ott az a szabály, hogy a választás napján, tehát azon a vasárnapi napon délután 3 óráig kell eljuttatni a bizottsághoz. A bizottság pedig, hogyha megfelel az előírásoknak, akkor ki fog menni és meg fogja látogatni. Azért kell ez a határidő, hogy addig tudják rendszerezni és lássa a bizottság, hogy hány helyre kell kimenni, és be tudja osztani, mert hogy este 7 óráig azt ugyanúgy be kell fejezni, mint egyébként a szavazóhelyiségben a szavazást, honnan vissza is kell érniük, és összesíteni kell a szavazatokat, tehát a szavazóhelyiségben összegyűjtött szavazatokat és a mozgóurnában lévőket össze kell borítani, hogy még véletlenül se tudhassa senki, hogy ha mondjuk csak egy ember kért mozgóurnát, akkor ő kire, melyik jelöltre vagy melyik pártra szavazott. Tegyük fel engem mindenki, igen. Igen, és még egy van, amit az előbb elfelejtettem elmondani, hogy csak a Tiszavasvári esetében az egészségi állapot az, amire hivatkozva lehet mozgóurnát kérni. Tehát amiatt nem lehet, hogy nincs kedvem menni, elmenni és jöjjenek helyembe, hogy esik az eső, hogy nincs kire hagynom a gyereket, és azért. Tehát csak az egészségi állapot, és ahol börtön van, ahol fogvatartottak vannak, vagy ahol kórház van, Tiszavasvári esetében, hogy ezek nincsenek, ez az utóbbi kettő, ott az is indok lehet, hogy fekvőbeteg gyógyintézetben van valaki, vagy éppen szabadságvesztés büntetését tölti, de a közügyektől már nincs eltiltva, onnan ugye nem jöhetnek ki a börtönből, ezért ilyen esetben ők kérhetnek mozgóurnát, és azt el is kell fogadni, tehát azt nem lehet elutasítani. Mi a helyzet a szociális otthonnal? A szociális otthonban lakók bejelentett lakcíme az a Vasvári Pál 87 szám, tehát ők, akik közülük, akiknek szavazati joga van, ugyanúgy benne van a szavazókör névjegyzékében, mint minden más állampolgár, és ők pedig időben beszokták adni ezeket az igényeket, tehát még a választási kampány időszakába, hogy legyen időnk feldolgozni, mert hogy ott azért tömegével szokott érkezni. És amivel az előbb belekezdtem, hogy mondjuk engem mindenki is, mert megyek szavazni, de nincs nálam se személyigazolvány, se lakcímkártya, se az értesítő, szavazhatok-e? Nem lehet szavazni. Sőt, hogyha valaki az értesítőt viszi, még akkor se szavazhat. Az értesítő az csak egy segítséget nyújt abba, hogy hova kell mennie az illetőnek, tehát hogyha vita van, hogy ki melyik szavazókörbe tartozik, akkor az egyértelműen az fog útmutatást adni. Azért nem lehet szavazni okmányok nélkül, mert attól, hogy valaki benne van a szavazóköri névjegyzékben, ezt a jogát csak akkor gyakorolhatja, hogyha érvényes igazolványjal tudja igazolni önmagát. Tehát ez kevés, hogy engem ismertek, igen, és majd én... Igen. Minden esetben mindenki már jobb, hogyha előre elkészíti a személyigazolványát, tehát amikor bemegy szavazni, sőt már előtte megnézi. Mert hogy az a lényeg, hogy április 8-án még érvényes legyen az a személyigazolvány, mert ha előtte való szombaton, vagy pénteken, vagy egy hónappal előtte lejárt, akkor ő hiába van benne a névjegyzékbe, ő hitelt érdemlően nem tudja magát igazolni okmányokkal, vagy okmánnyal, és ezért nem vehet részt a szavazásban. De ha a személyigazolványa valakinek nem érvényes, még lehet érvényes útlevele, amelyiknek az érvényesség ideje még tart, akkor azzal is igazolhatja magát, vagy pedig a kártya formátumú vezetői engedéllyel, ezek az újabb vezetői engedélyek, tehát ez mind alkalmas arra, plusz a lakcímkártya is szükséges hozzá. Értem. Ugye szó volt az előbb a névjegyzék, a lakossági névjegyzékről. Igen. Tehát akkor esély sincs arra, ha bárkinek van valami huncot gondolat, hogy tőle leszavaz még egyszer és még egyszer. Nem, mivel ez az informatikai rendszer, ez országos rendszer, és ebben mindenki bekapcsolódik, az azt jelenti, hogy ha az egyik helyről törölni kell ahhoz, hogy valaki egy másik helynek a szavazatszámláló bizottságába, vagy ottani névjegyzékbe felkerülhessen. Tehát, ha valaki tiszavasvári lakos, de tudja, hogy április 8-án Budapesten fog tartózkodni, és megkéri ezt az átjelentkezési kérelmet, vagy benyújtja, és az elfogadható, mert megfelelően töltötte ki a nyomtatványokat, akkor egyidejűleg a rendszer a tiszavasvári adott szavazóköri névjegyzékből törölni fogja, és mondjuk Budapesten annak a kerületnek a névjegyzékébe fogja berakni, ahol amelyik adott kerületben, amelyik szavazókör ki van arra jelölve, hogy az átjelentkezők szavazhassanak. Mert az átjelentkezők a korábbihoz képest
maradjunk az esetnél, tiszavasvári lakos Budapesten fog szavazni, mert ott fog tartózkodni, de nem a budapesti jelöltekre fog szavazni, hanem a Szabolcs megye 2. választókerületében induló jelöltekre és pártlistára, és ezeket a szavazólapokat el fogják oda juttatni. Ez egy külön legutóbbi választásnál zöld borítékkal volt jelezve, és mindenkinek egyértelműen rá volt írva, nem a neve, csak az, hogy Szabolcs megye 2. választókerületi szavazólapját fogja megkapni. Ugyanebbe ebbe a zöld borítékba kell majd visszarakni a szavazatot, és úgy fog eljutni majd napok múlva ehhez a bizottsághoz, például Budapestről Nyíregyházára az ő szavazata, vagy azoknak az embereknek a szavazata, akik hasonló módon fogják gyakorolni a szavazati jogukat. Még a körzethatár nem volt módosítva, eddig Tiszavasvári volt a központ, most már ugye Nyíregyháza. Sok emberbe felmerül a gyanú, hogy esetleg még a szavazatok Tiszavasváriból Nyíregyházára jutnak a központba, történhet-e bármiféle olyan módosítás benne, ami nem a valósági adatokat tartalmazza? Tehát konkrétan bele lehet-e nyúlni ezekbe az eredményekbe? Ez mindig érdekesen fel szokott vetődni, főleg most a nemrég lezajlott amerikai választással összefüggésben, de hát azelőtt is. Magyarországon azonban egy más rendszer működik. Igaz, hogy van informatikai rendszer, amiben az adatokat rögzíteni kell, tehát a szavazókörből érkező jegyzőkönyvi adatokat, de ennek is megvan a több oldalú biztosítása, és ez nem a végleges eredményt jelenti. Tehát, ha egy szavazókörből, úgy szokott ez megtörténni, hogy megvan a szavazókörben, megállapítják, hogy mi az eredmény, akkor telefonon ezt bediktálják hozzánk, a választási irodához, és nekünk az informatikai rendszerbe 2-szer fel kell vinni ugyanannak a szavazókörnek az adatait. Tehát már eleve itt van egy kizárás, hogy ha egyszer elütöttünk valamit, ráadásul az informatikai rendszer nem fogja elfogadni, mert rögtön jelzi a hibát, mert a számszaki összefüggéseket vizsgálja. Igen. És ha jól is vittük fel az adatot, akkor is meg kell ismételni, mert addig nem fogja a rendszer elfogadni, hogy ez egy jó adat, amíg ez meg nem történik. És majd utána fogja ezt elküldeni, ezt az adatot az országos rendszerbe, hogyha ez a kétszeri felvitel megtörtént. És amire utaltam, hogy az informatikai rendszer, ez csak a választást kisegítő és támogató rendszer. Ez azért van, hogy a választás napján meg éjszakáján gyors adathoz jusson az ország, tehát hogy már valamit lássanak nagyjából, hogy milyen tendenciák rajzolódnak ki összességében, de a hivatalos jogi eredmény az a szavazókörben készült jegyzőkönyvekből fog összeállni. Tehát nem az informatikai rendszerből, hanem emellett még ott a szavazókörben kézzel kitöltenek jegyzőkönyvet. Ezeket a jegyzőkönyveket alá kell írni azoknak az embereknek, akik ott voltak a szavazás lezárásánál, vagyis a szavazatok összesítésénél. Aki bizottsági tagok között vannak a testület által választott tagok, akik elvileg a pártatlanok, mert hogy az összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek, és vannak a jelöltek és a pártok által delegált tagok is. És nekik közösen kell hozni döntést, amikor vitás kérdés van, hogy valamit pró vagy kontra fognak elfogadni. És ezek az emberek, akik ott vannak delegáltként a bizottságba, ők ingyenesen megkapják azt a jegyzőkönyvet, amit ott közösen kitöltöttek a szavazás éjszakáján vagy estéjén. És ezt el is szokták vinni, és a pártoknak is megvan arra a lehetőségük, hogy a saját pártjukra vonatkozóan az adott választókerületbe vagy szavazókörbe ezeket átszámolják és összesítsék, és meglássák, hogy ezek valósak-e ezek az eredmények vagy nem. És ezeket a papír alapú jegyzőkönyvet, hogyha úgy alakul, amit nem tudunk előre megmondani, hogy hányan fognak elmenni szavazni, és mikorra lesz, amikor az első adatokat, vagy nálunk mind a 10 szavazókörnek a jegyzőkönyvét be tudják hozni, de választási értekezleten az hangzott el, hogyha például látjuk előre, hogy még éjfélig beérünk, akkor aznap éjfélig nekem be kell vinni Nyíregyházára, ha pedig valami miatt eltolódik, mert túl sokat, már
nem túl sok, hanem viszonylag sok szavazatot kell feldolgozni. Ráadásul ott a szavazókörbe is kétszer meg kell számolni legalább, de hogyha már a kettő eltérő, akkor tovább kell folytatni a szavazást addig, amíg kétszer ugyanazt az eredmény nem fogják kapni. És a számlálást, kapni. Nem a szavazást. Ja, igen, elnézést, a számlálást. Akkor ugye ez elhúzódhat ez az idő, és akkor meg másnap reggel 7:30-ra már be kell vinni Nyíregyházára a papíralapot is, mert hogy onnan meg nekik megint megvan a szűk határidő, amikor ők ezt rendszerezik, átnézik a jegyzőkönyvenket, hogy jogilag megfelelne, tehát vannak-e megfelelő számba aláírások, amit előír a jogszabály, ki van-e töltve rendesen, számszakilag is, bélyegző van-e rajta, stb. Stb. És utána pedig a rendszerezés után ők megviszik Budapestre. És majd utána fog ennek a jogi eredménye, és az lesz a hivatalos eredmény. Este 7 órakor van, akkor zárnak a szavazóhelyek, és akkor történik az urnák felbontása, a borítékokból a szavazatok kiszedése, megszámolása. Vannak szkeptikusok, akik azt mondják, hogy nem hiszik el, hogy közben nincs belenézés, hiszen már délután 3-4 óra körül a különféle közvéleménykutatók nagyjából már sejtetik, hogy milyen eredmény fog születni. Akkor ez azt jelenti, hogy kizár dolog, hogy bárki is tudná, hogy melyik szavazóhelyen kire szavazott, ez csak az esetlegesen onnan kijövő emberek megkérdezése miatt történhet. Egyértelmű, igen. A jogszabály is azt szabályozó, hogy a közvéleménykutatók csak azokat kérdezhetik, akik a szavazóhelyiségből kijönnek, tehát akik már szavaztak, és ők is el tudják dönteni, hogy ők el akarják-e árulni, hogy kire szavaztak, vagy nem. És ebből lehet valamit valószínűsíteni. Kérdés az, hogy ez köszönő viszonyban lesz-e a valósága, hogy tényleg azt mondják el az emberek, ahogy cselekedtek a szavazófülkébe, amikor már nem látják őket. Egyébként bárki bármikor megy, láthatja, hogy a bizottság előtt ott vannak ezek az urnák, amelyben a szavazatot gyűjtik, legoljobban már blombával vannak lezárva, azzal vannak ellátva, és ezt természetesen nem lehet felbontani, és mivel érdekeltek és ellenérdekeltek is szép számmal vannak ezek be a bizottságokba, ők is megfelelőképpen tudják azt bizonyítani, hogy ahhoz senki nem nyúl hozzá, mert nem nyúlhat hozzá. Tehát minden pártból ülött képviselő. Igen, tehát elemi érdekük, hogy képviseltessék magukat, ráadásul kettő főt is küldhet ugyanaz a párt, vagy jelölt vagy jelölő szervezet a egy-egy szavazatszámláló bizottságban. Köszönöm szépen, és végül egy utolsó és gyors kérdés. Ha bárkinek bármiféle kérdése merülne fel a választással kapcsolatosan, kit kereshet? Engem és a munkatársaimat. Ahogy az előbb említettem, a honlapunkon is fent van a Választási Információs Szolgálatnak az elérhetősége, e-mailes elérhetősége, telefonos elérhetősége. Ezek természetesen megegyeznek az e-mail címet kivéve, megegyeznek a hivatalnak a elérhetőségével, telefonos elérhetőségével. Köszönöm szépen, sikeres és törvényes választást kívánok mindenkinek. Köszönöm, én is azt kívánom mindannyiunknak.